Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, hallgatóság. Egy elég kemény témában nyúltam bele, úgy érzem, és most nagyon rossz hírem van, hogyha van egy pici csúszás, akkor lehet, hogy én még egy picit csúsztatni fogok ezen, de elnök asszony, hogy kemény lesz, és el fog biztos dőlni. Mind a mellett a mozsolát a végére tartogatom. Szóval a dolog az úgy néz ki, hogy eléggé hosszú rezümét is írtam, aki elolvast, elolvasta, aki nem, az meg majd nagyjából rá fog jönni, miről is van szó. Két új lelőhely, nagyon új friss kutatási eredmények 2016 év elejéről. Két olyan lelőhely, ami biztos, hogy a tatárjáráshoz kapcsolható, tömeggyilkosságok helyszínével. Nem akarok nagy kutatástörténetet mondani, hiszen nincs is rá idő. Egy biztos, tehát az 1950-es, 60-as, 70-es évek mindössze kettő olyan lelőhely volt, ahol kétségtelenül egy-egy holttestet találtak Esztergomban, illetve Fodor István talált egyet visszamentén, ami kétségtelenül a tatárjárásban legyilkolt áldozatoknak voltak tekinthetőek. Ehhez képest már csak 1996-ban Wolf Máriával indul meg az a nagy út, amely a 2000-es évek elejétől kezd kibontakozni, nyilván nem utolsó sorban a nagy beruházásoknak a előretörésével, ahol tömegében kerülnek elő azok a nyomok, amelyek azt mutatják, hogy a tatárjárás az valóságosan emberek tucatjait, százait érte el, illetve érte őket a végzet. Tehát a régészet az elmúlt 10-15 évben lépett egy hatalmasat, és lényegében a tatárjárás régészete, mint egy irány, szinte most alakult ki, és hát a tendencia folytatódik, és szinte évről évre kerülnek elő most már azok a bizonyítékok, amik kézzel foghatóak, tehát nem csak elásott kincsletekről van szó, hanem tényleg üszkös maradványokról, tömeggyilkosságokról. Na most nem túl vidám a téma, ettől függetlenül azért remélem, hogy érdekes. Tehát két lelőhelyről van szó, az egyik Kiskumas, a Jonatermál lelőhely, a másik Bukac Péter mostora, ezt nagyon nem kell szerintem bemutatni. Két ellentét, két más típusú ásatás volt, az egyik egy gyors letmentés, egy nagyon véletlen élemkincseket találtak, fémkeresős barátaink kihívtak, és teljesen hitelesíteni tudtuk magát az élemkincset, illetve a környezetét. Itt két földbemélytett épület volt, 34 embernek a maradványait tudtuk elkülöníteni. Egy másodlagos tereprendezést láttunk, illetve egy nagyon gazdag tárgyalat volt, amit bemutatok. A Bugac Péter mostan a szokásos tervásatás, 3 hónap viszonylag nagyobb felületek tervásatást tekintve településen próbáltunk ásni, most nem a Monostornál, és mégis nagyon jó eredményeket találtunk. Hát itt is emberi vázakat találtunk, illetve nagyon érdekes állati állattetemeket, és a gyárpárkori kultúrétek fette ezt az egészet. És a nagyon viszonylagos lehetszegénység volt. Kiskumajság, gyorsan végigpörgetem, Kiskumajság ez az élemület volt az, amely előkerült ott a bal alsó sarokban, illetve a jobb felső sarokban, aztán a fémkeresősök megint csak találtak egy olyan részt, ahol érmek jöttek elő a földből, mivel ezek raktiáták voltak, illetve fűszakidénálok. A maga az érem nincs, ami a... Tehát ami az egyes épületünkben volt, az az érenkincs az lényegében frissen lett a szőlő alá forgatással fölkerve a szántásnak az oldalára, még a textil zacskó is megvolt, tehát lehetett nagyon szépen látni, hogy ez egy zárt telet. Nagyon nehéz volt a feltárás, hiszen látjuk a szőlő alá forgatást, ami egy két évvel előzte meg a mi munkánkat, nyilván elősen kerültek volna ezek a tárgyak, abban az esetben, hogyha nincsen ugye a szőlő aláforgatása, ettől függetlenül hatalmas pusztítás végzett, ezt azért úgy kell elképzelni, hogy 80-90 centi mélységben lényegében kicserélni a földet, ugye a mélyfordító úgy megfordítja a kicserélését, nekünk így kellett, olyan egyébként nagyon különleges eredményekre jutottunk, de ezeket nagyon pontosan kell megtámogatni, egy olyan bizonyítási eljárást kellene most megtenni, amit nem fogok megtenni, kénytelen lesz a kedves hallgatóság elhinni nekem, hogy ezek valóban a tatárjáráshoz kapcsolhatóak. Tehát van egy épületünk, amelyben emberi maradványokat találtunk, illetve egy sütőfelületet, sütőfelület részletet, egy kemencének a sütőfelületét, illetve a padlónak néhány nagyon kis cafatját, de alapvetően a mészántás az mélyebben érintette, a mészántásnak a mély részei, a mélyebben érintette az épületet, mint ahogy az a padló volt, tehát nagyjából a kétharmadát teljesen tönkretette, így a széleit sem nagyon tudtuk megállapítani, az volt biztos, hogy egy földbemélytett épületről volt szó. Pont a jellegéből kifolyólag nem is különítettünk el vázakat, nem mondhattuk azt, hogy vázak vagy edények, itt jelenségeket különítettünk el, és ezek a jelenségek, ezek nagyrészt antropológiai jelenségek voltak, de nem fették az egyet számot, hiszen mi ott kint nem tudtuk meghatározni, nyilván az antropológus bent meghatározott. A második épületünkben jelentősen több volt.
tárgyakról néhány szót. Hát az első épületben 201 darab pénz volt, ez volt a bizonyos textil zacskóban. Nagyon, nagyon klassz pénzek vannak közöttük. Egyébként olyan lajbaki dénáraink is vannak, kettő, amiből összesen egy van a Nemzeti Múzeumban, az is ismeretlen lelőhelyről. Tehát nagyon klassz, különleges pénzek voltak. És egyéb olyan ékszerek voltak ebben az épületben, ugye az emberi maradványok mellett, azt gondolom, hogy az itt jelenlévőknek nem kell magyarázni, ugye nagy méretű ezüst fülbevaló, illetve viszi karcol díszítés is van, illetve ugye a felső ruházat összefogására szolgáló csat. A második épületben szintén voltak pénzek, itt egy négyzetméteres területen tudtuk megtalálni az épület közepén, valószínűleg ennek is egybe tartoztak, már csak azért is, mert volt négy nagyon klassz ezüstgyűrűnk, és az ezüstgyűrűkbe bele volt rakva egy 11 néhány brakteáta, tehát az egész egy ilyen kis csomagba volt, és ebből is lehetett azt látni, hogy valószínűleg az egész cucc az egyben lehetett, nyilván a mészántás nem tett jót neki, mint ahogy az emberi maradványok a keresélyeknek sem. Nagyon különlegesen szép gyűrűink vannak, persze egyszerű formáktól kezdve azért az a pecsétgyűrű az mindenféleképpen egy nagyon érdekes, főleg annak függvényében, ugye, hogy nagyon pontos időponthoz, a történet nagyon pontos időpontjához tudjuk kötni magát ezt az átmenet együttest. Ugye ez a filigrán díszítési gyűrű, ez még vissza fog jönni, ez a díszítési motívum, illetve hát elnök asztalnak is ajánlom, ott egy szokásos zománcozott, aranyozott zománcozott veret, illetve hát nem nagyon van párhuzam, a kisetele azt mondta, hogy francia gótikus, koragótikus ízlésvilágot tükröz, de ő is nagyon tudta hova tenni, ilyen zsanér jellegű kapcsolat van neki, amire nem nagyon van párhuzam, és jelenleg még sajnos nem kapta Nyugat-Európából se választ. Ami viszont még érdekes, hogy volt egy köpűs ezüstkarika, az egyetlen in-situ leletünk, amely egy hölgynek a válla környékén volt, illetve ezek a vascsatok, amelyek egy első ránézésre nem különlegesek, de mégis nagyon fontosak lesznek a későbbiekben. Illetve hát azok a felszerelési tárgyak, amik általában hozzátartoznak egy épülethez. Ugye itt vannak ezek a jelenségek, az emberi maradványok, amelyeket azért tehát látszott az, hogy már eleve sem feltétlenül voltak mindegyben ezek az emberek, amikor bekerültek az épületbe, ezt most nem fogom kifejteni. A lényeg az az, ez volt a mi konklúziónk, hogy az történhetett, hogy szerte széjjel heverő, már korhat állapotban lévő vázakat is bedobáltak ezekbe az épületekbe, nyilván egy későbbi területrendezés során, és úgy gyújtották rájuk az egész kódszereit, mind a két épület esetében ezt lehetett valószínűsíteni, és hát itt anatómiai rendben élő ugye a kisgyereknek a jobb oldala, illetve egy felnőtt lába, de jelentősen többet is már kint el tudtunk különíteni. Nyilván az antropológiai elemzés, amit Bernard Zsolt Buzárágot a végzett, sokkal pontosabb és sokkal több egyedet tudott azonosítani. Hát itt lehet látni nagyjából, hogy ilyen módon félig meddig megvoltak ezek a holttestek össze-vissza fekvébe. Sérülésekre majd vissza fogok térni, mert azt gondolom, hogy ez lesz a csattanója az előadásomnak, de mindenféleképpen érdemes azt most megemlíteni, hogy sérülések vannak a csontokon, vagy több csonton vannak sérülések, amelyekre majd akkor visszatérek. A lényeg az, hogy az első épületben van 13 egyed, csecsemő vagy magzat, 7 gyerek és 5 nőnek a vázmaradványai, ugye minimálisan. A második épületben pedig 21 egyedet, ebből 7 gyereket, 4 fiatal, ugye 3 lány, 1 fiú, igen, illetve 8 nő és 2 férfit tudott azonosítani az antropológiai vizsgálat. Tehát ezzel a 34 egyénnel lényegében Wilhelm Gábor Szanki lelőhelye mellett fölléptünk a dobogó legfelső fokára, már amennyiben ez azért azt hiszem nem egy nagy dicsőség ezen a téren, de kétségtelen, hogy ez egy nagyon nagy egyet számot jelent. És hát itt is van ez az általán említett Szanki párhuzam, úgy gondolom, hogy sokan ismerik, ugye itt kétségtelenül szintén 34 embernek a maradványai voltak, itt nyilván egy épületben volt a 34 elkülöníthető áldozat, 17-nél 17 gyerekkel, kis Kumai, illetve Szankon. És én azokat a főbb lelet csoportokat, lelet típusokat hoztam, amely alapján azt gondolom, hogy szinte teljes analógiája ez a két lelőhely egymásnak. Hát ugye a különböző ruhatartozékoktól, ugye az éremkincsektől, ékszerektől kezdve, mondjuk jelentős különbségnek tekintem azt, hogy Wilhelm Gábornál mondjuk 2 molékny arany volt. Ezzel azért nem tudok szolgálni, de ezzel előre nem tudok vele szolgálni, de kétségtelen, hogy például itt mondtam a filigrán díszes ezüstgyűrű, hogy ugyanaz a típusú díszítés megjelenik a Szanki leletanyagban is. Én azt gondolom, hogy teljes ugyanaz a kör, ez a két lelőhely, mindenféleképpen az egyedi díszítése is ugye teljesen.
teljesen megegyezik, még a kulcsok mérete is, bár azt gondolom, hogy ennyire azért nem menjünk bele, de sokkal fontosabb a többinek az egyezése. A másik lelőhely az Bugac Péter monostora. Ugye a nemzetség, Becsegelgi nemzetségnek a monostora, és mi egy kicsit távolabb, direkt szándékosan települési régészetet szerettünk volna csinálni, és ott a felső sorból lehet látni, két felületet nyitottunk meg, ebből a jobboldali felület lesz igazából az érdekes, a baloldali az, hogy lehet egy jövő évi konferenciában, azért olyan épületek vannak, nagy raktárépületek és egyetek, amiket szerintem érdemes, hogy ne csak mindig hullákról beszéljek, de kétségtelen az, hogy itt most a jelen pillanatban a jobb oldalon voltak a legérdekesebb dolgok. Egy Árpád-kori kultúrrétegről van szó, amit egyből nem ismertünk föl, sajnos, ezért roncsoltuk is azokat a vázakat, emberi és állati maradványokat, amelyeket a kultúrrétegben voltak benne, illetve ez a kultúrréteg fette őket. Emberi vázakról, állati tetemekről és egy leégett épületek és egy égett felszín által jellemzett pusztulási horizont az, amelyről most egy pár szót fogok ejteni. Hát az Árpád-kori kultúrréteg, ugye a kiskunsági különlegesség a homok, és a különböző homokmozgások szerencsésen meg tudnak őrizni egykori felszíneket. Na most itt is az történt, hogy egy átlátkori kultúrréteg egyöntetően egy ilyen pusztulási réteg lényegében lefett az egész lelőhelyet. Emberi vázak jöttek elő, nem is mondtam az elején, hogy bár a temetők szekcióban vagyok, de egy darab sírra nem fogok tudni szolgálni, viszont rengeteg vázzal, illetve emberi maradványa. Tehát itt vannak azok az emberi vázak, amelyek így feküdtek nagyjából a felületen, tehát egy mondom azt, hogy biztonságos rendben, de azért még az egyetlen hasonlóság az az, hogy egy irányba áll a lábuk. Itt a közepén, ahol minden lentak, a középső holttesteknél ott kettő gyerek van egymáson, illetve hát ugye itt nagyjából egy két éves kisgyerek, itt pedig egy 18 év körüli nőnek a váza. Na most ami érdekesség azért, hogyha megnézzük, bár a gép az sajnálatos módon roncsolta a vázak az alsó részét, de én szintén maradt a jobb térde, amely ugye egy felhúzott állapotot mutat. Na most ez a nagyon csúnya pillanat, amikor egy nagyjából 4-5 év körüli kisgyereknek a váza ugye rá van dobva egy másik 10 év körüli, 14 év körüli gyermeknek, a fiatalnak a vázára. És ugye hát őnek is nagyon érdekesen fel van húzva a lába. Na most itt ezek a zsugorított vázak kérdése, hát ugye azt gondolom, hogy a középkori temetkezési szokásokat a legkevésbé sem fedi le, mint ahogy maga az egész egymás haigálnak gyerekeket, ez sem fedi le nyilván a középkori temetkezési szokásokat. Bernard Zsoltot kihívtam azonnal a területre, aki azt mondta, hogy véleménye szerint ezeket az embereket ülve vagy gugolva érte a halál. Tehát guboló pozícióban voltak, és onnan dőltek el, és akkor lehet ennyire felhúzott lábakat látni. Ugye többé-kevésbé meg vannak roncsolva sajnálatos módon a vázak. Hát itt ez a két év körüli kisgyerek, ez a hatodik vázunk, hát ezen is látszik, hogy in situ maradt ez a része, tehát látszik, hogy kitekert állapotában volt. Ugye egy viszonylag idősebb fiatalról nem nagyon tudom mit mondani, nagyon csúnyán megroncsolta a gép. De mindenféleképpen egy különleges dolog van. Na most, amit én a következőben meg tudok mutatni, kérem szépen, ez nem egy látványmélység lesz. Ugye először is 3D-s fotogrammetriával dolgoztuk föl az egész lelőhelyet. Én ezt ígértem, hogy ezt meg fogom tenni, és innentől kezdve ragaszkodok is hozzá. De mint mondom, ez nem a látványmélység része. Itt pont azt szeretnénk bizonyítani, hogy egyrészt egy Árpád-kori kultúrréteg fette őket, másrészt viszont ezek a vázak, ezek olyan objektumoknak a tetején betöltésére voltak, amelyek Árpád-kori gödrök, pincék, árkok. Tehát ezeknek a feltöltődött felső szintjén, illetve az általunk megfogható felső szintjén helyezkedtek el. Meg érdekes, még arra is ez talán bizonyítékot adhatnak, hogy az egykori tömörödésből kiindulva ezek a vázak azért maradhattak, és nem csak ez, hanem majd a következő és az állati vázak is, abban a helyzetben, ahogy megtaláltuk őket, mert az egykori korábbi 11-12 századi objektumoknak a tömörödése folytán lényegében egy picit süllyedt állapotba kerültek, tehát nem az egykori felszínen érte őket a különböző környezeti hatás. Itt van a másik olyan dolog, amely szerintem, mint épület is majd érdekes, nem ez, bocsánat. Jó, akkor ezt mindegy, most már. Jó, ezt kibírsz bőle? Jó, igen, talán ez. Igen, ez a két éves kisgyereknek a váza, ez még látványosabb talán olyan szempontból, hogy itt egy egyértelműen 3-12. Század második harmadába származó pénzzel van keltezve az épületnek a betöltődése, tehát amikor a 12. század végén tehetjük ezt a pincét, a
hogy betöltődött, ugye kőomladékok vannak benne, tehát látszik, hogy egy valami felépítménye volt ennek az egykori épületnek, de megint itt az a lényeg, amit szeretnék mutatni, hogy lényegében ezek a vázak hogyan rétegzik felül ezeket a 12. századi árpádkori objektumokat. Magyarán, mivel az vázaknál egy kivételével nem volt semmi lelet, korhatározom meg végképp nem. Nekem ugye az volt a feladatom, hogy valahogy szűkítsem azt a lehetőséget, hogy mikor is kerülhettek ezek a vázak, illetve a később bemutatott állat tette meg az adott helyzetbe. Na most még egy érdekesség van, hogy de itt a települési struktúrát is érdemes nézni, illetve a vázak elhelyezkedését, hogy ezek lényegében megegyeznek a kolostornak, a kolostor épületnek a tájolásával, irányításával. Ezt csak azért gondoltam előhozni, hogy az a egy sorban lévő négy gyermek, amely alatt nem voltak ilyen korábbi objektumok, a véleményem szerint ezek is egy olyan lemélyedő, az általaik nem lemélyedő és általunk így nem igazán kutatható mélyedésben voltak, amely megfelel ennek a települési struktúrának. Most nagyon bonyolult a hangzott, de én úgy gondolom, hogy egy vizes áramban lehettek ezek nagyjából belegyilkolva, és ennek nyilvánvalóan nincsenek alattuk nyomai. Minden esetben az irányítása... Vagy perc? Na, egész jó. Szóval így vannak a vázak, ugye az emberi vázak, és akkor jönnek az állati tetemek, illetve a kékkel jelölve ez a bizonyos árpádkori kultúrítek, amiben az egész benne van. Hát az emberi vázakról, akkor mivel sokat elmondtam, többet nem mondok, az állati tetemek azok nagyon érdekesek. Egy olyan kutyaváz volt, amelynek Csipán Péter, illetve az összes állatot Csipán Péter végezte az archeológiai felmérését és kiértékelését. Tehát egy kutyaváz volt, ahol biztos, hogy erőszakos nyomokat lehetett megfigyelni. Ugye egy vágást, illetve valami kemény tárgyal való ütést, ezek biztos, hogy perimortem sérülések. Nagyon érdekes volt ez a lófej például, tehát utoljára a legközelebbi párhuzamat a keresztapával láttam, amikor a lófejet itt berakták. De most viccen kívül, tehát lófejet, azt találtunk már ásatáson milliót, lóvázat találtunk milliót, de úgy, hogy egy ló három csigolyában, ilyet azért viszonylag ritkán is, hogy nincsen kapcsolódó rész. Na most, hét állati váz van a 31-es árkunkban. Van egy borjú, ez a bizonyos lófej, négy kis borjú, ami nagyon különleges, és három hónapos szopos borjúkról van szó, még van egy macska is, illetve a csoportoskorú bérlegelítés, ami nem állat, és a mellette lévő 30-as állatok pedig egy sertésnek a maradványai, illetve ez a bizonyos kutya. Ez határozza meg az állati tetemeknek azt a körét, amelyet én ehhez a pusztulási horizonthoz kötök. Itt is lehet látni, hogy a kutya és akár csak az összes többi állat, az mind az árkoknak, illetve objektumok a felső betöltési rétegét adott, tehát egy késői állapotában a településnek. Égett épületekről, bocsánat, egy égett épület volt, amelyben még lehet látni, hogy a sarlók is el voltak helyezve, illetve a árkoknak olyan felszíni, hát ez most hátulról biztosan nem látszik, ahol égett csikok vannak az épület mellett, ami megint csak valószínűsíti azt, hogy hol van az adott pillanatban, tehát mondjuk az, hogy 1241-ben, vagy 42-ben, amikor történik ez az egész történet, hogy áll a felszín azokban a pillanatokban. Na most a pusztulási horizont tárgyalatai nagyon kevés van, de azért az elég fontos, van egy csuklóskarú mérlegegyüttes, tehát együttesről van szó, és nagyon aranyosan be is lehet rakni, ugye, ahogy ezt annak idején szállították és használták, ez el van ásva a lófej mellett, illetve van elásva sarló, illetve itt az első vázon, ugye a zsugorított, illetve az összezsugorított váz mellett van egy háromszög átmetszetű, nagyon érdekes tör hüvei borítónak lehet meghatározni. Sajnos túl sokat nem tudtam még róla, Kovács Eskibónak is ígértem a véleményét, még várunk arra, hogy valami analógiát találjunk, de a metalurgiai vizsgálatai azok folyamatban vannak. Tatárjárás helyszínei, ugye ez, amit elmondtam az elején, hogy hogyan alakultak a tatárjárás kutatásának az eredményei 2000-es évektől, és akkor utolsó percben rátérek a forrásokra, ami az egésznek a magja lenne, és a régészet kapcsolatára, tehát milyen kérdésköröket lehet vizsgálni. Van a nemiskor szerinti összetétel, a rablás kérdése, taktikai kérdések, egyedi jellegzetességek és az éhezés. Ez a mazsolat. Kiegyenlítettem a nemiskor szerinti összetétel, például pont Szankon és Kiskóbaiság, ott Dunaföldáron és Gugacon, mert ott van tovább 105 meghatározható egyedből, 63 gyerek és fiatal van, 36 nő, felnőtt nő és 6 felnőtt férfi. Vannak egyik kiegyenlítettebbek is, de nyugodtan kérhetjük, hogy főként fiatalok és nők az áldozatok.
másik érdekesség, hogy 151 áldozatból, amit ismerünk országos szinten, Maturus és Szenium korum egyáltalán nincsen, tehát 40 év fölött ér valami teljességgel hiányoznak ebből a körből. Erre nem tudtam még választ találni, mert a források éppen az ellenkezőjét mondják. Viszont a hol vannak a katonák kérdésre talán meg tudjuk adni már a kérdésen is a választ, hiszen mind Kárpényi, mind pedig Rogerius pontosan olyan forrásokat közöl, amelyben azt mondja, hogy a foglyokból szervezik a tatárok a más tartománynak a legyőzésére indított haderőt. Ugye Rogerius Perek kapcsán a harcban vagy a foglyokat küldik előre. Tehát lényegében az a véleményem, hogy a férfiakat összefoglosták, és a férfiakat egész egyszerűen más pozícióban, más módon és nem pedig település részeket érte a halál. Rablás, nem rablás kérdése. Rogelius, Pátori Tamás egyrészt azt mondják egyszer, hogy a zsákmányal legkevésbé sem törődnek, meg a mit sem törődnek a zsákmányal, minden közben pedig később azt mondják, hogy a zsákmányt összeszedik, ugye a ruháikat és más javaikat és a pénzüket elszedik tőlük. Tehát mintha lenne ellenmondás, de nincs ellenmondás. És éppen a taktikában van az, amivel föl tudjuk oldani ezt a látszólagos ellenmondást, hiszen akár Kárpényt, akár a mongolok titkos történetét vesszük, tökéletesen ráillik a leírásuk, tehát például az MKT-ben, ha legyőzzük az ellenséget, nem állunk a zsákmánynál, a győzelem végleges, úgyis még a zsákmány is megosztozunk rajta. Kárpény is nagyon egyértelműen fogalmaz, mikor háborúba készülnek, előséget küldenek előre. Ezek nem rabolnak, nem gyújtják fel a házakat, nem vágják le az állatokat, csak az embereket sedzik meg és ölik le, utána következik a hadsereg, ezek mindent kifosztanak, ami útjukba kerül. Tehát itt két más típusú történet van Kispuma és a Szank és Péter Mostor esetében. Az egyikben kint csak ékszerek vannak, a másikban egyáltalán semmi érték nincs az állatoknál, de még egy ruhacsat sincsen. Ebben ugye ékszerek, ruhaszerelékek ott vannak. Én azt gondolom, hogy és elég jó magyarázat, hogy az egyik esetben egy támadás folyamatáról van szó, amikor folyamatában kapnak el egy települést, és valamilyen okból kifolyólag utána nem történik meg a rablás. A másik az pedig, ami nagyon gyakori a források által, viszont eddig Magyarországon a régészet által még nem megtalált, ez pedig a szisztematikus kivégzések. Erről pedig jön is mindjárt az a Bugac Péter Nostori egyedi jellegzetesség, ugyanis... Igen? Mazsolát. Jó, ez lesz most már. Jó. Tehát Spalátori Tamás ezt írja le szó szerint. A gyenge asszonyokat, öregeket és gyermekeket sorba ültették, és hogy a ruhájuk nem mocskolódjon be véles, hogy a hóhérok se fáradjon ki, előbb lehúzatták ruháikat, felemeltették karjukat, stb. Lényeg az, hogy ugye itt ülve, guggolva érte őket a halál, Spalátori Tamásnak ez a forrása semmiképpen sem toposszagú, mint ahogy annyi minden más. Tehát lényegében ez nagyon gyanús, hogy valaki ezt látta, és egész egyszerű, hogy a Spalátori Tamásnak ezt elmondta. Az éhezés az igen, az egy nagyon kemény dolog. A lényeg az, hogy van ez az ember csont, amelyen nagyon különleges vágások vannak. Ez nagyon sok vitát fog még gerjeszteni szerintem a szakmán belül, meg a szakmán kívül is. A lényeg az, hogy Bernard John Buzárágot a véleménye az, ez egy 8 éves gyermeknek a combcsontja Kiskumbajsáról. Tehát a párhuzamos éles vágások jellege megegyezik a háziállatok csontjain gyakran megfigyelhető nyúzás, innertávolítás nyomával. A jelenség eddig hazai középkori anyagból nem ismert. Kira Ljubjanovics és Bartosi Jelic László archeozológiai véleménye szigorúan magánvéleményről volt szó, tehát nem írták még le. A állatcsont volna, azt mondanám, tipikusan olyan darabnak látszik, ahol a függőlegesen tartott csontról több vágásra szedegették le a húst. Állatcsontokból kiindulva következtethetnénk talán húsolási nyomokra, ezt mondta Bartosi Jelic László. Én azt gondolom, hogy mivel az egyetlen probléma az volt, hogy történetileg ezt meg lehetett támogatni, mert hogy az archeozológusok azt mondták, hogy történetileg kéne megtámogatni, de kérem, ezzel nincsen gond, és most már akkor nem fogom felolvasni, máshol sem szól a 16. század második felének az összes nyugat-európai és magyar forrása, mint azt, hogy milyen kegyetlenül történik meg ugye az antropofágia, vagy ismertem meg a kanibalizmus, ezt a Plancton destrukcionistól kezdve lényegében szinte mindenki megemlíti. És még annyit, hogy ez nem egy egyedi jelenség, 11. századtól kezdve Angliában, 12. század Franciaországban szinte szó szerint ezek a dolgok vannak leírva. Mindig éhezés, tehát a túlélési antropofágiáról van szó, nyilván nem egy rituálisról vagy ilyesmiről, túlélésről. Magyarán én azt gondolom, itt még persze kell tudni néhány kört, a Csipán Péteri szerintem ebben még bele fog szólni, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy itt egy túlélési kannibalizmusnak lehet a nyomát